A Hidrofehérvár AV19 alapszakasz végésűrű sűrű programjában ezúttal horvát, Terbócs és Vérten nélkül állt fel a linc ellen, és az első harmadban csak helyzetekig jutott a táblázaton közvetlen riválisnak számító vendégek ellen. Igaz, a fehérvári kapusnak is akad dolga, de úgy tűnt, még a második harmad sem lesz elég ahhoz, hogy megszülessen a meccs első gólja. A 39. percben aztán végre megtört a jég, Hári elhozott egy bulit, és az addig veszélyesebben játszó volán Kemben lövésével megszerezte a vezetést. Még van a matematikai esély, hogy megelőzze a lincet a táblázaton a Fehérvár, ezért is volt fontos a gól, csak hogy a harmadik harmadban jó reagáltak erre az osztrákok. Megbosszulta magát a több kihagyott hazai emberelőny, és a 46. percben Löbler egyenlített, hiába védte első lövését még Roa. Ettől pedig lendületbe jött a linc, és meg is fordította az állást már az utolsó 10 percen belül. Egy ró által belőtt korong vokla korcsolyájáról saját kapujába pattant, kettő egyre már az osztrákok vezettek. Szerencsére maradt még idő, és viszonylag hamar jött az egyenlítés. Findli lövése jött ki a kapusról, Danagi pedig jó helyen volt, hogy helyére tegye a korongot. Kettő-kettővel ért véget a rendes játékidő, jöhetett a hosszabbítás. Ebben mindkét kapu előtt adódott lehetőség, de két és fél perc után szerencsére a vendégekébe került a korong. Egy újabb védő, Furnyié jeleskedett, és szép szlalom után megszerezte a győztes gólt. 3-2-es sikerével és két pontjával közelebb került a Linzhez a volán, lehet még akár hetedik is, és már csak egy pont kell a nyolcadik hely bebiztosításához. Még két meccsük van Háriéknak, pénteken az Innsbruckot fogadják, majd vasárnap Linzben zárják az alapszakaszt.